Az Exatlon 11. hetének kezdetén a kihívók egyre nehezebben viselték a tábori körülményeket. Dóri már attól is boldog lett volna, ha csak egy órára tisztának érezhette volna magát. Tiszta leszek, és kijövök, és újra homokosan. Zsófi az indulás előtt mindenkit meglepett, amikor önmagát az előző versenysorozat győzteséhez, Dave-hez hasonlította. És Dave-nek a lerobbanásából is erőt merítek, és remélem, hogy a héten mindent elhozunk. A villajátékon Zsófi nem szerzett pontot, de a kihívók mégis nyertek méghozzá 10-4-re. Ahhoz, hogy övék legyen a villa, és ez teljesíti, 10-4 a kihívóknak! Zsófi a többieket hibáztatta saját sikertelensége miatt, szerinte nem nyitottak felé eléggé a többiek. De én úgy érzem, hogy ez nem igaz, hogy ti oda jöttök hozzám és törődnétek a lelkemmel. A sérelmeit még másnap reggel is sorolta, csak már másoknak. De hát megmondtam neki, hogy én is megpróbálok akkor ezen változtatni, de hogy ő meg akkor ne állítson olyanokat, ami nem igaz. A bajnokoknál Luca kavarta fel az állóvizet, Krisztián egyáltalán nem értett egyet, sem Luca stílusával, sem pedig a mondani valójával. Én azt gondoltam, hogy arra nem mondjuk azt, hogy ez így, meg ez így jó. De nem, az a baj, megint csak a megfogalmazással van baj. A bajnokok csúnya vereséget szenvedtek el másnap, 10-2-re verték el őket a kihívók. Így a tengerparti lovaglást a kékek élvezhették. És még piknik is volt, ahol a fő téma Zsófi atombiztos műszempillája lett. Köszönöm, hogy már 2 hete vagy itt bent. Hát, hogyha kihullik az összes, akkor lehet reggel nem is fogok rád ismerni, és majd megint bemutatkozom. Amit lehet még segítség is lesz a sarospályán, mert olyan lesz, mint egy páncél. És lehet még jó is lesz, hogy egy kicsit ott van valami több is megvédik. Szerda este érzelmi hullámvasútra ültek fel a csapatok. Először ugyanis kiderült, hogy Franci a sérülése miatt nem folytathatja tovább az exatlont. Majd jött az újabb sok. Ezen a napon ugyanis nem csak a Jokerért, hanem a régóta vágyott videóhívásért is versenyeztek. Ezúttal a kihívók szenvedtek csúfos vereséget. A bajnokok 10-2-re nyerték a napot. Ebben a pillanatban a bajnokoké a videóhívás! A pirosak így 53 versenynap, azaz több mint 2,5 hónap elzártság után boldogan vették fel a kapcsolatot régen látott szeretteikkel. De ez nem rossz írás, ez jó! Nagyon ügyes vagy, egyen meg a kis húsodat! De járassál már le! A következő végjátékon 3 versenyző is fejsérülés szenvedett. Andris, Dani és Gréti sebe is csúnyán vérzett. Neked is el kell menned, és a tiedet is összevarjuk. Jaj, ne sírjál, semmi baj nem lesz, fáj. A versenyt végül 10-5-re a bajnokok nyerték, és így a kihívók kényszerültek párbajozni. A bajnokok nyerik a végjátékot! A leggyengébb női játékosnak, Zsófinak, az ellenfelet Bálintnak kellett kijelölnie. A medálljáték előtt Franci megüresedett helyére megérkezett Halász Vivien a bajnok csapatba. Aztán a női medált Anna hozta el, a férfi medált pedig Bálint. Szépen gratulálok! Zsófi ellen végül Annát küldte ki Bálint, aki magabiztosan nyerte meg a párbajt, így ezen a héten egy újabb versenyzőt vesztettek el a kihívók Zsófi személyében. Köszönöm, Spekla! Sziasztok! Köszönjük, kihívó, hogy velünk voltál!